Sziasztok, Opát Annával beszélgetek, akinek második regénye, a Szonáta Gordon Kára és Kávét Aláról már elérhető a boltokban. Szia! Az első kérdésem az lenne, hogy mennyiben volt más élmény meginni a Szonátát, mint az első regényedet, a Más állapotokat? Mivel a Más állapotok az egy alapvetően részemről egy ilyen kísérleti jellegű regény volt, tehát azon szerettem volna kipróbálni írás technikákat, narrációt, ilyesmit, az egy kicsit távolabb áll tőlem talán, mint a Szonáta. A Szonáta elég egy szubjektív, jobban benne vagyok én, és az én személyem, mint a másikban. Úgyhogy azt hiszem, hogy könnyebb volt megírnom a Szonátát. Én azt említetted egy korábbi interjúban, hogy tulajdonképpen a Szonátának az ötlete már a középiskolás éveid alatt az így megfogalmazódott benned, hogy nem volt nehéz visszatalálni a történethez ennyi év után? Nem csak, hogy megfogalmazódott, de le is írtam. Tehát akkor így a regénynek a kétharmada már nagyjából megvolt, amikor én ezt elővettem. És azért mertem elővenni, mert a Más állapotok után láttam, hogy van értelme az írással foglalkozni, ez meg már ott sorban állt a fiókban. Úgyhogy elővettem, leporoltam, megpróbáltam aktualizálni, megpróbáltam modernizálni, és hát ez lett belőle. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon hamar visszataláltam, nagyon átéreztem most is, mint annak idején, amiken keresztül mentem, amiket leírtam. Azért sok minden elég saját tapasztalat benne. Tehát akkor úgy érzed, hogy a utólag annyira nem is változtattál a történetem, hogy mennyire írtad át esetleg pár év múlva, most újra vezetem? Nem bántottam. Tehát nagy vonalakban ez az egész az alap, az ebben az ősi Szonátában hívjuk így, már benne volt. Amit változtattam rajta, az inkább már kicsit érettebb nyelvezetet, szarkasztikusabb megfogalmazást, humorbeszólásokat próbáltam belerakni, amiket már a Más állapotokban az olvasók megszokhattak. Úgyhogy így változott ő. Tehát akkor eredetileg is az eredeti történetben, amikor elkezdted írni, akkor a főszereplő életében fontos szerepet játszott a zene, meg ilyen központi kérdés volt nálad a zene szeretete a történetben már akkor is? Hogyne. Sőt, bár ugye én csak 30 évesen, tehát úgy nagyjából egy-két évvel ezelőtt kezdtem be csellózni, azért a főszereplőmnek már akkor is a cselló hangszert adtam a kezébe játszani. Nekem a cselló mindig is a szívszerelmem volt, úgyhogy nem volt kérdés, hogy mind kell játszani, sőt ugye ez visszaköszön a Más állapotokban is. Én akkor még nem tudtam ugyanis, hogy lesz még folytatás, lesz még regény, úgyhogy belemertem tenni még egyszer a cselló motívumot. De itt azt hiszem, hogy azért nagyobb szerephez jut egy cselló vagy egy csellista. A cselló zene úgy általában szerettem volna egy kicsit ezt jobban népszerűsíteni. És ennek ez teret adott abszolút, ez a regény. Uh-huh, értem. Azt ugye említetted, hogy te is ugyanúgy csellózol, mint a főszereplőd, de viszont érdekes, hogy Zsinnek, a főszereplőnek eléggé ambivalens viszonya van a zenével, mert a történetben ugye van, amikor meg se tud lenni zene nélkül, viszont vannak hosszabb időszakok az életében, amikor egyáltalán nem is nyúl a hangszeréhez, hogy neked is esetleg ilyen ambivalens a viszonyod a zenével, vagy te egészen máshogy viszonyulsz hozzá? Hát az biztos, hogy másképpen. Én ugyan játszom komoly zenét, de komolytalanul, tehát nekem ez egy hobbi. Egész életemet végigkísért egyébként a zene, már elég kis gyerekkorom óta elkezdtem mindenféle hangszerekkel játszani, és kell, tehát nekem is ugyanúgy eszenciális dolog, kikapcsol, terápiás jellegű, de soha nem tudtam magam elképzelni mondjuk a zene világában, mint professzionális zenész. Ezzel szemben Zsininek ez a mindene. Tehát ő feltette mindenét erre a pályára, erre a dologra, és hát szépen sorban ugye mindent elveszít. És a legvégén a zenét is elveszíti, mert a szenvedély az, ami tüzeli. De általában jó esetben a művészeket.
És ez így kifogy belőle, történik vele egy csomó tragédia, és érthető, hogyha ha egy kicsit meginog. Szóval ő nála nagyobb volt a tétje ennek a dolognak. Én nap mint nap vissza tudok térni a zenéhez, tudok benne keresni vigaszt, boldogságot, akármit, de veszteni nem tudok vele. De hát akkor azt mondanád azt, hogy tulajdonképpen túlságosan ragaszkodik Jimmy a zenéhez, túlságosan ráteszi az életét, és ezért van az, hogy a végül van egy pont, ahol kiég, és többé már nem tud úgy játszani, mint korábban. Igen, azért előadó művésznek lenni nagyon erősnek kell lenni, én szerintem. Én legalábbis ezt láttam eddig ismerőseimen, akik viszont komolyan foglalkoznak a zenével, és igazából az énem egy része mindig irigyelte őket, hogy zenélhetnek, és ez a munkájuk. Tehát egy az egybe, amit szeretnek, az a munkájuk. Ezt nem sokan mondhatják el magukról, viszont ugyanakkor meg látszik a nehézség is ezen a pályán. És én ezt nem irigylem tőlük. Igen. A főszereplőn kívül ki volt az a szereplő, akit így különösen kedveltél, vagy kinek a részeit szeretted a legjobban írni még? Azt hiszem, hogy itt most mindenki azt várná, hogy mi kellett, de nem. Én Gurikást szerettem a legjobban. Nehéz megmagyarázni egyébként, hogy miért, talán azért, mert ő az egyetlen, akinek tényleg nincs semmilyen valós alapja. Senkitől nem kölcsönöztem a beszólásukat, a viselkedést. Ő egyszerűen fiktív. De úgy láttam mindig, hogy a legjobban ő tudja kezelni Jimmy-t. Hát ő az, aki a legtöbbet adott neki, annak ellenére, hogy Jimmy vele szemben a legtávolságtartó. Úgyhogy ez így elég fura, én szegény fickót mindig nagyon sajnáltam, amikor írtam, hogy miket kell elviselnie, de szerintem nagyon ügyesen megoldotta a dolgokat mindig, frappánosan. Az érdekes, hogy pont őt mondtad, mert az összes szereplők közül igazából ő a legpraktikusabb gondolkodási, meg az ő a legföldhöz ragadtabb, és közben meg Zsini ugye egy csomó ilyen művész lélek, vagy zenészel van körülvéve, és akkor ezek szerint mégiscsak nem pont a zenész figurák azok, akiket annyira szerettél írni, nem érdekes, hogy pont egy ilyen praktikusabb gondolkodású embert. Lehet, hogy pont azért, mert nekem is erre lenne szükségem valakire, aki egy kicsit így a lufinak a végét így fogja, mert azért én is így pár méterrel a föld felett tudok lebegni, de ha van valaki, aki mindig tudja, hogy mi a jó, mit kell csinálni, hogyan kell reagálni, hogy minden oké legyen, az úgy hiányzik az életemből, azt hiszem. Ugye a történetnek egy jelentős szakasza az Olaszországban játszódik, és nagyon sok ilyen hírneves helyen megfordulnak a szereplők, például Milánóban, vagy Firenzében is, a Ponte Vecchión. Hogy ezeken a helyszíneken te is ugyanúgy jártál, mint a Jimmy, tehát hogy te is esetleg egy olyan hasonló körtúrán vettél részt, mint a szereplőid a könyvben? Nem nevezném egy körtúrának, ez általában több évi családi nyaralásunk tapasztalatai. Megfordultunk ezeken a helyeken, és ami nekem is a legnagyobb élmény volt, az Bobbio. Tehát a Bobbiói hídról mindenképpen akartam írni, mert szerintem szenzációs, és aki még nem látta, annak látnia kell. Ugyanakkor Bobbióról szerintem nem sokan hallottak eddig. Remélem majd azután. igen, voltam ezeken a helyeken, az élmények, amiket megírtam, majdnem mindegyike megtörtént velem, tehát ilyen nagyon különös, szürreálisnak tűnő események, de ez tényleg a valóság volt. Tehát amikor találkoznak Gurigásra egy magyar ember, aki éppen ott megy az úton, az megtörtént veled is a valóságban? Via Antica, és megtörtént. Jött a magyar vándor, aki hajókon szolgált és cigit kért tőlünk, és mi voltunk egyedül ott, és magyarok. Ez olyan sorszerű volt. Az hasonló a szonátában és az első regényedben, a más állapotokban, hogy mind a kettőben tetten érhető a te ilyen egyedi, néha szarkasztikus, néha humoros stílusod.
hogy mesélj egy kicsit az inspirációiról, hogy esetleg van olyan regény, vagy író, vagy esetleg vers, amihez visszatérsz, hogyha ihletre van szükséged? Hát nekem a legnagyobb ihletforrásom édesanyám. Nem akarom megsérteni, de neki van ilyen vitriolos humora, amit úgy látszik nekem sikerült megörökölni tőle, de tehát hogyha az irodalmat tekintjük, és hogy honnan mertem én is venni a bátorságot, hogy szarkasztikusan fogalmazok az Oscar Wilde és Thackeray munkásságának köszönhető, tehát azért amikor az ember elolvas egy-egy ilyen könyvet tőlük, akármilyet, tehát tényleg nem csak a nyíkságok vására van, de szó szerint gyakran tud vágni, és hát mikor írottak azok a könyvek, nagyon rég. Nekem ez mindig bejött. De nagyon szeretem az ilyen romantikus, misztikus dolgokat is, és most itt Márquezre gondolok mondjuk, vagy Zafonra, esetleg Selma Lagerlöfre, aki nekem abszolút nagy kedvenc, úgyhogy tőlük próbálok meríteni. Hát végül is a sorsszerű találkozások azok ugyanúgy benne vannak a te történeteden is, tehát egy kicsit ez a mágikus realizmus az ilyen szempontból felbukkan nálad is. Hát én őszintén remélem, hogy van valami közel hozzá, mert én ezeket nagyon szeretem. A történetben ugye Zsinnek eléggé sok tragikus esemény jut osztályrész, ugye apa nélkül kellett felnőnie, és az édesanyját is nagyon korán elveszítette. De viszont ennek ellenére, a tragikus események ellenére is eléggé optimista hangulata van a regénynek, hogy te egyetértesz abban a főszereplőddel, hogy mindenkinek jár az illető egy második esély, és újra lehet kezdeni? Tartom a második esélyt, és emelem azzal, hogy szerintem mindenkinek annyi esély jár, amennyit ad magának. Nagyon sok ember elköveti ezt a hibát, hogy túl szigorú önmagával. Az egy dolog, hogy másokkal is, de önmagunkkal is, és saját magunk alatt vágjuk a fát. Tehát meg kell tanulni saját magunkkal együtt élni, és esélyt adni magunknak, de ugyanígy másoknak is tett. Főleg, hogyha látjuk, hogy az illető már megbánta, amit tett. Hát egyrészt ugye a regény az nem csak a Zsinnek a kapcsolata a körülötte lévőkkel, hanem a Zsinnek a kapcsolata saját magával, de hát ez... Ó, igen. Tehát zajlik a boncolás a könyvben természetesen, ez inkább az ő lelki vívódása, egy önvallomás ez a könyv. Úgyhogy persze, saját magával kellett megbékélni elsősorban. És még végezetül áruld el, hogy van esetleg új történetötleted, dolgozol már egy új regényen? Még nem dolgozom, ötlet van. Az a terv, hogy majd januártól nekiállok aktívan és megírom, hasonlóra lehet számítani, mint az előző kettőnél. Remélem tetszeni fog. Jó, hát köszönöm neked az interjút, nektek megköszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!